Jó napot kívánok, itt vagyunk az M3 autóparkban, egy oroszlán jel és egy oroszlános motor. Egy Peugeot 206-os motor terében néztem bele, és hallgatózzuk meg a hangját. Látom, hogy karbantartásról egy-két címke itt rajta van, tehát foglalkoztak vele. Szerintem ezt így be is csuknám, túl sokat nem látunk belőle úgysem. Viszont hallottuk, hogy rendben és csendben jár a motor, és ez már nagyon fontos. Ez egy nagyon jó kis gazdaságos fogyasztású autó, ugye ez 4-5 liter gázolajjal el tud közlekedni még itt a városban is. Egy bordometál színű autó ez, ugye is 2003. decemberben készült, és itt az M3 autóparkban jelenleg kínáljuk ezt az autót, 77 ezer kilométeres futással. Nagyon szép az autó, szerintem, remélem önöknek is tetszik, és majd eljönnek ide hozzánk. Ez egy 5 ajtós autó, friss műszakival kínáljuk ezt a járgányt, és 4 darab jó állapotú téli gumi van jelenleg ezen az autón. Szerintem ezt nem kell cserélni, biztos, hogy egy jó pár évig még el lehet vele közlekedni ezzel a téli gumival. Itt a hátulján, hogy 206 és hogy HDI, mind a két oldala egyformán szép, nincsen rajta semmiféle karc, meg nyomás, húzás, ütés, vágás, egyebek. Minden ablaka épp, nem repedezett, nem kavicsos különben. Hátul rend, fegyelem, kötelező tartozékok az autóban és egy kifúratlan kalaptartó. Ezt majd önök fúrják ki, hogyha bele akarnak tenni valami jó kis szuper zenét. Az autó hátulján láthatjuk, hogy túl sokat nem használták. Hátul fejtámla van benne és kézzel tekerhető ablakok. Aztán nézzük az elejébe, hogy itt mit találunk. Centrálzáros az autó, amit én itt hirtelen tudok róla, és azt, hogy állítható a fényszóró magasság és a légzsák kikapcsolható, azaz a jobb oldali légzsákot, hogyha gyereket teszünk be, akkor ki kell ugye kapcsolnunk. Ugye természetesen ebbe is van légzsák, és szervó kormányos is ez a járgány, és ez állítható magasságú innen. A kilométer órása 77.710, ez igazából baráti, és megvannak a gyári kulcsai, mind a kettő, és van benne külön még riasztó is, és egyéb kódokkal ellátva a szerkezet. Ezen kívül egy CD rádió, egy 5-ös váltót, ami itt van, és a 2 darab elektromos ablak, ami biztos, hogy ebbe az autóban benne található, és az, hogy ugye minden cseklámpa elaludt. Remélhetőleg ezt még egyszer meg tudja csinálni az autó. Azaz egy rövid indítás után minden olyan lámpa elalszik benne, aminek el kell, hogy aludjon. Úgyhogy minden rendben van vele, el lehet jönni, meg lehet nézni. Itt vagyunk az M3 autóparkban, és ott meg tudják önök nézni, illetve meg tudják próbálni, át tudják vizsgáltatni, ha szükséges az autó, mielőtt megvásárolnák. Úgyhogy jöjjenek be hozzánk a viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt voltak nálunk.